A különleges verseny résztvevői még az éjszaka folyamán sem álltak meg. Igyekeztek minél többet kihozni magukból. Sötétben is rótták a köröket. Vasárnap délelőtt már látták a végét a versenynek. A futam utolsó óráiban is mosolyogva, fáradhatatlanul rótták a kilométereket a legkitartóbbak. Megdőlt a 24 órás futás országos csúcsa is, amit az újvidéki Ksenija Bubnyevicsnek sikerült megdöntenie, csak nem 192 lefutott kilométerrel. Jako sam srećna i umorna i mislim da će sreća doći sutra, preksutra kad se ja odmorim. I spremala sam se negde od otprilike od nove godine Božića kada sam poželela da učestvujem na ovoj trci. A szabadkai Jagodics Tamás lett a 12 órás egyéni hosszú távfutás legjobbja. Elmondása szerint kitartóan és rendszeresen kell edzeni, akkor az eredmény sem marad el. Nagyon nehéz volt, nagyon. De voltak itt a barátommal, akivel együtt futottam. Segítség a barátnőm, testvéreim, család, mindenki mögöttem. A versenyzők biztatását és a helyszínen való műsorvezetést kolléganőnk, Fackovics Melissa, a Pannon Presso egyik házigazdája vállalta. Számára egy új kihívás volt, de úgy érezte, jól teljesítette a feladatot. Először csináltam, úgy érzem, hogy volt, van még mit gyakorolni, de úgy érzem, hogy ha lesz legközelebb, akkor jobb lesz. De én meg vagyok elégedve, remélem a szervezők is. A palicsi ultramaratont idén 12. alkalommal szervezték meg. A versenyt annak ellenére, hogy erős fizikai és mentális megterhelést jelent a futók számára, évről évre egyre többen vállalják. Az ultramaratonnak nevezzük egyébként azokat a versenyeket, amelyek hosszabbak a 42,195 kilométeres maratoni távnál.